Innen indítjuk a mai túrát, hát egy olyan túrára megyünk, amit már kétszer elszúrtunk, mert kétszer eltévedtünk rajta. Egyszerűen az utak és a turista jelzések, felfestései azok nem voltak teljesen egyértelműek. Hát most megpróbáljuk harmadszor is. Hát. Szóval innen indulunk Földváról, az Olávölgyi tót, érintjük a Gyűrűságot, és akkor Németkéren fogunk kikötni, remélhetőleg ezúttal sikerül. Hát minden más út közben, tartsatok velünk ma is, gyerünk akkor. Na, akkor nekiindultunk a túrának, és akkor haladunk Németkér felé, Dunaföldvárról. És hát itt van az a pont, ahol rendszeresen elszúrtuk eddig ezt a túrát. Mit? Igen. Ugye legelőször, amikor voltunk, akkor mentünk tök egyenesen, mert ugye nem figyeltünk itt, hogy erre is van letérés, meg ott van egy másik út is. Így hát elszúrtuk, az a második alkalommal meg ott a másik úton mentünk, ott szúrtuk el, és közben pedig ez a jó út. Viszont itt nem látni turista jelet, hanem csak ha ide jövök, akkor. Tehát ha én jövök ezen az úton, Földvár felől, akkor nem látom, hogy a jelzés az arra megy be, arra az Zolin túra. Úgyhogy azért mondom, aki erre jár, az figyeljen oda. Mondjuk mind a három út oda megy végül is, csak hát a legszebb tájakon ugye ez megy, ez a jelzett út. Ez itt a legszebb tájak felé, tehát itt lehet elszúrni ezt a túrát. Tehát aki esetleg onnan jön Dunaföldvár felé, mondom, az figyeljen oda. Itt az első útnál jobbra. Ez a jó út, ez a jelzett út, hát akkor menjünk. Na, remélem értetően elmondtam, vagy nem. Na, hát jövünk akkor Földvár felől onnan. És akkor úgy tűnik jó úton vagyunk, és akkor alattunk van egy vízfolyás, aminek a neve az, hogy Kerti kanál is. Ez nem más, mint a Dunaföldvár környékének a csapadékvíz összegyűjtő csatornája. Ez több, ez itt végig kíséri útunkat egy darabon majd. És akkor itt lesz ez a pont, ahol elérjük az M6-os autósztrádát, és majd ott megyünk át alatta. És akkor jutunk ki a Földvár környéki mezőkre. És akkor majd következik az Olávölgyi tó, aztán majd később a Gyűrűsárok. Hát erre igazán szép a táj majd, talán látni fogjátok. Érdemes erre eljönni túrázni. Ezzel az úttal volt egy kis bajunk most, egy kicsit, egy 400 méteren keresztül eléggé járhatatlan volt. Benőtt a család meg a növényzet, de innentől kezdve úgy gondolom, hogy már nem lesz gondunk vele. Na, hát akkor megyünk át az M6-os alatt, és akkor kiukadunk itt a mezőföld lankáim majd. Na, hát akkor Földvár után és az M6-os stráda után vagyunk, és itt vagyunk az Olávölgyben, és itt van előttünk az Olávölgyi tó, és hát itt kezd szépülni a táj. Itt viszont láttunk egy sorompót, amelyre az volt kitéve, hogy kamerával őrzött terület, idegennek belépni tilos, ja, és riasztóval is őrzött. Úgyhogy a buglis magyarja már gondolom megint megvette ezt a részt, és akkor nem lehet ide bejönni. Szóval nem is értem már ezeket tényleg. Hogy ebben az országban ez megy, hogy lassan semmit sem lehet megnézni, mert valamelyik vadparaszt megveszi, ezt kisajátítja magának. Szóval egyenesen felháborító, mert tavaly voltunk itt, meg minden gond nélkül be lehetett ide jönni. Most meg kint van ez a sorompó, meg a tábla. Szóval büdös buglis magyarja, tényleg egy elbaszott egy nép. Azt kell, hogy mondjam. Na hát akkor tóból most ennyit tudunk mutatni, akkor nem tudunk tovább menni, mert tilos lemenni. Ugye ott már kicsit dombosodik a táj, és lesz majd egyre szebb és szebb. Ugye erre teletapi föld van. Íme. Zolika. Hát igazából szép. Itt már ilyen hullámos a mezőföld. Na, megyünk tovább, mert itt akartunk volna elfogyasztani a rengelinket, de hát akkor nem megyünk be a tilos. Akkor próbálunk majd valami helyet keresni. Hát akkor az Olávölgyi tő után, amiből keveset láttunk, itt vagyunk magában az Olávölgyben. Dunaföldvár határában.
ugye itt már azért tűrhetők a jelzések, itt a tábla is jelzi, hogy nekünk a sima zöld sáv kell, és akkor ilyen erre a táj. Majd arra megyünk tovább, és akkor erre elnyúlik az olajvölgy. Hát én is ez itt alattunk, ezen az a kertikonál is ez a csatorna, csapadék visz összegyűjtő csatorna. Hát ezt alaposan benőtt a növényzet, és hát ott is látunk egy tiltó táblát arrébb, nem tudom, hogy a zöld kereszten ez mit jelöl, hát most oda nem megyünk el azért, de egy kicsit kiakasztod a sok tiltás. Yeah. Na hát akkor próbálunk keresni egy helyet, mert most már éhezünk. És jó lenne ajánlani egyet. Hát én úgy gondolom, hogy nagyon szép ez a táj is. Most nagyon jó a levegő is. Május vége van, de nincs kánikula. Szinte ez a tökéletes túraidő van majd, hogy nem. Ez nem baj. Nem, hát. Na, hát tiszta fűt megkajálunk, hogy valami lesz ezt. Megyünk akkor tovább a gyűrűs árok felé és Németkér felé. Akkor Zolávölgy után felfelé jövünk némileg. És akkor itt vagyunk a mezőföld lankáin. Hát nagyon-nagyon szépek. Itt a bevetett földek, ugye gondolom ez búza. Nem tudja, vagy ez a búza. Mindegy, nagyon szép, állapodjunk meg az arra, hogy ez a teletapi föld. Mezőföldi lankák, ilyen hullámos, mezőföldre jellemző táj. És nagyon-nagyon kellemes. Nagyon jó a levegő továbbra is. És akkor haladunk a gyűrűsárok felé. Most fogunk majd beérni a mindennek az egy kisebb fajta erdőben, nem soká majd. És akkor abból kérünk, akkor leszünk ott a gyűrűs árakba, ami nem más, mint egy nagyon nagy völgy, hát nem nagyon nagy, relatív, egy viszonylag nagy, hosszú völgy, inkább úgy mondanám. És az utunk majd azt fogja megkerülni, ha minden igaz, és úgy megy majd Németkérre. Aztán, hát a túránknak ennyi, talán egy harmadát lassan megtehetjük. És ilyen, nagyon szép a táj, tehát. Hát jövünk az jövőjelzésen, Dunaföldvárról, ami ott a messzességben talán feltétlenül nem tudom a videón látni egyáltalán. És hát itt vagyunk, most fogunk beérni ebbe a kis erdőségbe, ahonnan hallottunk némi lövöldözést az előbb, két lövést is hallottunk. Ugye tavaly, amikor erre jártunk, akkor nagyon közelről hallatszottak a lövések. Úgyhogy valószínű vadászhatnak a környéken, de sehol egy tábla kitéve, hogy vadászat folyna. Így hát megyünk tovább, bízunk abban, hogy nem lőnek minket picsán. Úgymond, de hát azért érdekes, hogy bárki lövöldözhet csak úgy kedvére. Na menjünk, hát mi reméljük, hogy a jelzett úton nem ér minket baj, úgyhogy menjünk akkor be ebbe az erdőbe, ami itt már levezet majd a gyűrűsárokba az út ezen keresztül. Na hát akkor az erdő szakasz után leértünk ide a gyűrűsárokba, ami nem más, mint egy több száz méter hosszúságú völgy. És ha jó speklizek, akkor ilyen észak-dél irányú. Ugye két oldalt azért vannak valamicske dombok, hanem is nagyok. És hát itt majd enyhén vesz egy kanyart az út, és akkor majd kimegy a völgyből, hogy aztán majd megkerüljük Amarról, és úgy jutunk el majd Németkérre. Hát itt újabb lövések dőrrentek itt a közelünkben, hát valószínű, hogy vadászat folyik itt a környéken. Valóban, de szerencsére az életben maradtunk, úgyhogy nem vették szét a picsánkat. És akkor megyünk itt tovább a gyűrűsárokba. Most már majd azt hiszem a piros meg a piros kereszt útvonalon az zöldtől akkor búcsút veszünk, ugye az megy arra vissza Dunaföldvárra, ugye megy egy kört ille, és akkor erre megy a múlít. Mondhatni, hogy itt vagyunk akkor a gyűrűsároknak a kellős közepén, hát onnan a fenébe jöttünk, nézzétek meg, arra elnyúlik a völgy, és hát arra is elnyúlik tovább a völgy, tehát nem is több száz méter, hanem egy-két kilométer hosszúságú is lehet ez a völgy, és hát igen szép itt a mezőföld szívében. Arra láttunk valami házat is, hát most innen nem látszik, de talán ott, nem tudom mi lehet, talán erdészház, vagy bármi. Na mindegy, lényeg a lényeg, hogy mi útunk itt megy ki a völgyből, mégpedig arra fölfelé majd, a piros kereszt, viszont az út megy erre tovább is, hát ez itt már jelzetlen út, hogy hova visz pontosan, azt itt nem tudom, de gondolom elvisz hozzá a házikóhoz ottan. És hát ilyen a völgy, ugye eddig egy kukoricaföld volt itt a közepén, és hát akkor innentől pedig valami más, füves rész. Úgy tudom, hogy a mi útunk majd meg fogja kerülni délfelől ezt a völgyet. Hát meglátjuk, hogy arról majd mit mutat. Menjünk akkor tovább. Na akkor ott van alattunk a gyűrűsárok tehát. Jól csattunk végig. És akkor menjünk tovább majd arra, valamerre.
És akkor minden igaz, majd az útunk az arra visszakanyarodik, arra német kér felé. Hát ez az út, ez ugye Dunaföldváról jön ez is. Már megmutatom mindjárt a helyet, ahol tavaly elrontottuk a túrát. És akkor... Hát ott van az az erdő, abba mentünk ott bele talán, nem ott kicsit arrébb talán. Mennyi mehetünk idáig? 10-es már van? Talán 8-9-et biztos mentünk már kilométerbe. És szerintem még körülbelül ugyanannyi előttünk van. Tehát mi nagyjából itt lehetünk a túra felénél. Úgyhogy hát és hát megkapom mezőföldi táj is, azért látszik. Szerintem nem csúnya. Remélem a videó is vissza tudja adni ezt a szépséget. És hát brutálisan jó a levegő szerintem most. Tényleg nagyon jó. Friss jó levegő van május vége ellenére. Na, akkor megyünk tovább. Hát akkor gyűrűs árok után vagyunk, ugye arra megy tovább az út Dunaföldvárra. És akkor ez az a hely, ahol tavaly úgymond elbasztuk a túrát, hiszen akkor onnan jöttünk és mentünk arra tovább a gyűrűs árok felé. És nem vettük észre, hogy erre kell lefordulni német kér felé. Pedig akkor még volt itt egy tábla, ami azóta eltűnt, ami jelezte az utat, legalábbis a jelzést. Hát most aztán nincs. De hát úgy az alkalmazást elővettem, és az azt mutatja, hogy arra kell menni. Hát akkor megyünk arra. Hát ez az autó, ez nem milyenké, nem tudom az, hogy került ide. De továbbra is rövődöznek ott valamelyre arra távolban. Lehet, hogy épp a vadászok jöttek ki vele. És milyen számú a osztrák, ami osztrák. Na, akkor megyünk a piros kereszten, vagy piros, nem tudom. És akkor remélhet tényleg elérjük végre német kért. Egyszer valahára harmadik neki tudása most. Na hát beértünk egy szép ligetes erdős részbe. A festő ilyen szép és kellemes és madár csicserkéstől hangos. És hát itt kellemes szakasz az útnak úgy tűnik. És akkor szerintem itt fogjuk megkerülni fentről a gyűrűs árkot, ha minden igaz. Én úgy láttam a térképen, hogy néhány előkilátás is lesz majd. Hát kíváncsi leszek majd, de kiderül. Menjünk tovább, azt meglátjuk, mit mutat. Na, egy fogas kérdés. Ugye onnan jött a piros jelzés. Ott is van a fán. És erre megy tovább. Ugye ott is látszik talán a távolabb. Viszont itt az út el van kerítve. Vajon miért? Tehát jelzett turista utat miért zárunk el, könyörgöm? Valaki árulja már el nekem, mert ez nekem magas. Mert a jelzés az itt megy tovább. Ugye mi átbújtunk most alatta, nem volt akadály. Csak hát vajon miért keríti el a jelzett turista utat? Valaki árulja már el. Ugye erre megy tovább az út. Mondjuk értelemszerűen ott a kerítésen belül van fővesve a jelzés, de értelemszerűen itt megy az út. Tehát ott benne esélyünk sincs, hogy ott menjünk. Ott már kívül van szerintem az osztopon. És ott meg már kívül, igen. Tehát azért mondom, mindenképpen furcsa ez, hogy hol van. És lehet, hogy itt megint el lesz kerítve az útunk, majd eldől. De ezt soha nem tudom megérteni, hogy jelzett turista utat miért kerítünk el. Úgyhogy valaki, aki esetleg tudja, az válaszolja már nekem, mert nekem mondom, ez tényleg magas. Na menjünk, ezt meglátjuk itt. Na hát íme a kerítés után a turista út. Ugye a jelzés teljesen eltűnt, az út teljesen eltűnt. Úgyhogy és ez járható innentől kezdve. Úgyhogy egyelőre tanakodunk, hogy mi legyen. Úgy tűnik, hogy ez a német kérjá túl a valóban valamilyen átokül. Az úgy tűnik, hogy lehetetlenség ezt teljesíteni, tehát így valóban nem lehet se út, se jelzés. De vezet olyan helyekre az út, hogy el van kerítve. Hát így nagyon-nagyon nem oké. Hát most van egy olyan variáció, hogy esetleg visszamegyünk a gyűrűs árokba, és ott az egyenes út, az zöldnek a másik része, az elvisz német kérre, ugye arról van egy lágazás. De még nem tudjuk, hogy mi legyen, majd eldöntjük. Egyelőre innen jussunk ki most újra. Na hát itt az utolsó piros jel. Ugye bejöttetünk erre az elkerített részre, mert magától adta, hogy itt az út. Itt viszont nem volt több jel, és itt is van egy elkerített rész. Megpróbáltunk arra menni a susnyásba, viszont arra már se út, se jel nincsen. Hát erre visszafelé meg értelemszerűen nem vezet a jelzés. Na kedves illetékes, akkor itt mégis merre vezetted az utat? Jó lenne tudni. Úgyhogy hihetetlen, hogy képtelenség Dunaföldváról eljutni német kér. Már harmadszor próbáljuk, és egyszer sem sikerül egyik túra, de azt hiszem, hogy akkor többet nem fogunk jönni. Akkor ezt a túrát végig végleg feladjuk.
Még egy olyan variáció van, hogy elmegyünk vissza a gyűrűsárokba, mondom, és akkor az ő jelzésnek a másik ágáról leágazik egy másik út, ami elvisz Németkérre, de hát nem arra terveztük. Na, visszafelé még eldöntjük, hogy mi legyen, vagy visszamegyünk Dunaföldvárra, meglátjuk. Szóval visszatértünk oda, ahol át kellett bújni a kerítésen, és ott a piros jel, tehát találós kérdés, hova tűnik a piros és az út is. Ha Németkérre akarunk eljutni Dunaföldvárról jövet, hogy valaki válaszoljon. Hát akkor ennek rendesen alászaladtunk megint. Így erre nem lehet elérni. Tehát a piros jelzésen erre nem lehet elérni Németkért. Azt tuti. Ez van. Nézzük más alternatívát. Vagy visszamegyünk a Dunaföldvárra. Na hát, kedves barátaim, akkor úgy tűnik ismét alászaladtunk ennek a Németkéri túrának. Egy jön belül már harmadszor, ugye. Nagyon úgy tűnik, hogy Dunaföldváról elérhetetlen Németkér jelzett turista utakon. Ugye itt mentünk erre, fordítsd arra a kamerát, abban a piros jelzésen. Hát elméletileg ez vezetett volna Németkérre. Egy darabig nem is volt semmi gondunk, visszajött. Egy darabig nem is volt vele semmi gondunk, ám egy ponton aztán beleütt a susnyásba teljesen, ahonnan aztán se jel, se út nem volt tovább. Így aztán van két variáció még, vagy visszamegyünk arra a gyűrűsárokba, és az zöldjelzésnek a másik ágán megpróbálunk eljutni Németkérre. Az már nekünk egy viszonylag kicsi kerülő már innen, vagy pedig visszamegyünk Dunaföldvárra, ugye ezen az egyes úton, amelyeken tavaly jöttünk. Ez viszont a rövidebb táv. Hát úgy döntöttünk Zoli barátom, hogy visszamegyünk Dunaföldvárra, és akkor iszünk egy jó sört, mert most már az italkészletünk az meglehetősen fogytán van, úgyhogy nem fogja kibírni Németkérig, így hát akkor a Németkéri túrát pedig innentől kezdve örökre ejtjük, elfelejtjük, többet nem jövünk. Ennyire rosszak a turista utak. Mondhatjátok, hogy mi voltunk bének, de hát lehetett látni, hogy nagyon, nagyon bevitte az út a susnyásba. Tehát megszűnt az út is, megszűnt a jelzés, seképp se hang tovább, úgyhogy... Magánterület. Magánterület, ott el volt kerítve, valami véget. Úgyhogy menjünk vissza Földvárra és ízünk egy jó sört. Hát ennyi, veszük az utat visszafelé, legalább a túra. Túrafilm akkor legyen valamennyire jó. Na, menjünk akkor Földvárnak. Hát akkor így jártunk tehát, egy ilyen belül harmadszorra sem sikerült elérni Németkért, így hát nem volt mit tennünk, akkor visszajöttünk Dunaföldvárra, vagyis hát tartunk vissza Dunaföldvárra. Most érjük el az M6-ost, ugye az őrjelzése még alatta mentünk át, itt viszont ez egy jelzetlen út, ami visszavisz Földvárra, itt bár az M6-os fölött megyünk el. Hát ugye tavaly, mikor először vágtunk bele a Németkéri túrába, akkor erre jöttünk. Éjjegében, és akkor is megálltunk itt a hídnál. Hát akkor így sikerült. Úgy látszik, valami láthatatlan erő nem akar, hogy elérjük Németkért. Hát akkor ezt elfogadjuk, belenyugszunk, és akkor többé már nem erőltetjük ezt a túrát többé, vagy tovább. Nyilvánvalóan valamiért nem tudjuk elérni. Tehát ilyen még nem volt a történelemben, azért háromszoros nekifutásra sem sikerül elérni egy túra célpontot. Na mindegy. Így alakult ugye itt az M6-os akkor, Dunaföldvárnál, ott a messzeségben pedig ott van Dunaföldvár. Oda tartunk, hát most már bízunk benne, hogy minél hamarabb odaérünk, mert nagyon szomorúsak vagyunk. Elfogyott a vízkészletünk, úgyhogy alig várjuk, hogy egy jó sört ihassunk. Hát innen legalább még egy 3 km úgy csatszolom, ugye? Ide elnézésre. Legalább 3, de lehet, hogy több. Úgyhogy nem is fecséreljük a szót, megyünk tovább. Hát azt hiszem, így is megvan az a kilométerünk. Tehát mire odaérünk Földvárra, azért verjük a 20 kilométert. És a kőtúrát most is megcsináltuk, azt vesszük. Csak mondom, ott a dzsindzsásban már nem lehet tovább menni. Na, hát akkor mást azt hiszem nem nagyon lesz, még egy összefoglalót majd valahol tartok elő csodálatos túráról. Na hát akkor onnan jöttünk a messzi távolból. És akkor itt vagyunk, ahol reggel elkezdtük a túrát. Én talán emlékeztek erre a bizonyos táblára. Jól rendszeresen elrontottuk ezt a túrát, hát most minden jól ment, és végre sikerült mennünk a jó utakon, ám a jó út egyszer belevezetett a dzsindzsásba. És hát akkor így lemondunk Németkérről, adom a kamerát Zoli, akkor tartunk egy összefoglalót, vegyél most engem. Na, tehát akkor túránkat innen indítottuk, akkor Dunaföldvárról a vasútállomásról, és akkor kijöttünk ide Mezőkre, és pont erre fordultunk el a zöldjelzésen. És hát itt az út egy darabig jó járata volt, azt egy kicsit dzsindzsás volt, és akkor utána megint jó volt, hogy az Olávölgyi tónál nem tudtunk lemenni a tóhoz, mert magánterület lett, ugye kiskeltem magamból. Utána az út egy része nagyon-nagyon szép volt, elértük a lövöldözős részt, ahol lőttek,
Idén is. Vadászok, igen, idén is, tavaly is. Lementük ebbe az erdőbe, és akkor gyűrű sárkon majdnem végig mentünk át a közepéig legalább. Ott följöttünk a piros keresztjelzésen, és akkor lefordultunk arra a német kér irányába. És akkor volt egy leágazás be az erdőben, ami az a piros jelzés volt, ami német kérre vezetett a térkép szerint. Egy darabig jól is volt járható, de aztán belevezetett a teljes susnyásba, ugye. El is volt kerítve az út, jelzés eltűnt, az út is eltűnt. És akkor nem tudtunk mit csinálni, vissza kellett fordulni, mert járhatatlan volt. Hát egy pár kulancsot összeszedtünk, Zoli kettő kiszedett belőlem például. És akkor hát nem volt mit tenni, ugye viszkezettünk elfogyott, visszajöttünk ide Dunaföldvárra, és akkor itt záródik a túra, ahol elkezdtünk lényegében. Én úgy gondolom, a 20 km megvehetett nagyjából. Hát a 20 km-es kerette függetlenül megvolt. Hát ez egy ilyen elátkozott túra, ez a német kéri, úgy tűnik. És hát a jövőben nem próbálkozunk el, hiszen már egy éven belül harmadszor mondunk csődöt ennél a túránál, és nem sikerül elérni német kért. Úgy látszik valami láthatatlan égi erő nem enged oda minket valamiért. Nem tudom az okát, de ki tudja, mindegy. Úgyhogy a következő túráink azok nem német kérre fognak vezetni valószínűleg. Hát most már a videót megcsináltuk, hogy egy filmet összegyűrjük ebből is, tehát ezek voltunk. Mára a legközelebb megyünk, nem tudom, hogy innen szedni kerül. Ugye beírtam a jó régiek, aztán a meccset, a közelükben vártam, ha valahol maszolgatunk filmeket, reméljük, hogy több szerencsére járunk. Hát akkor ennyit voltunk mára, és akkor sehú, ilyen mindenkit.